Első ránézésre kapkodó, rendszertelen kaszabolásnak látszik. Valójában összehangolt, begyakorolt mozdulatsorok egymás utánisága profik előadásában. Ez a küzdősport is keletről származik, de nem Kínából, Koreából vagy Japánból, hanem a Fülöp-szigetekről. Ugyanakkor a 3-1-ben igaz a botharcra is, hiszen egyszerre önvédelem, harc, művészet és küzdősport. A küzdősport részének is többfajta vetülete van, többfajta versenyszám van benne formagyakorlat, elsőintéses küzdelem különböző fegyvernemekben, illetve full kontakt küzdelem különböző fegyvernemekben. És gyakorlatilag egy tömegsportot szeretnénk az egyik versenyszámból csinálni. Ez az első érintéses versenyszám és szivacsbort, tehát gyakorlatilag, amit hogyha megüti a másikat vele a gyermek, akkor sem lesz semmi baja, nem fáj, de mégis látványos, élvezetes. Minden évfolyam minden osztályából 10-10 tanuló nevezhetett az első habszivacs kupára. Az újdonságnak számító küzdősport iránt akkora volt az érdeklődés, hogy néhány nevezést vissza is kellett utasítani. A 8 évfolyamból így is összejött több mint 100 tanuló, akik szivacsot ragadva próbálták bevinni a tényleg fájdalommentes találatokat ellenfelüknek. A jelmondatunk az az, hogy harcosként érkezünk, de barátként távozunk. Tehát mindenképpen egy baráti tiszteletadás az ellenfélnek, szóval az ellenfél az gyakorlatilag ilyenkor segít minket, fejleszt minket, egy tükörkép felénk, hogy miben kell fejlődnünk. Tehát ez igazából egy nagyon élvezetes, egyszerű sport, nagyon könnyen megtanulható, tehát ez a verseny része. És én úgy veszem észre, hogy a gyerekeknek a többsége nagyon élvezi. Gyakorlatilag itt az első Györfi Szivacsbotharc kupán minden osztályból indulnak versenyzők évfolyamonként, tehát első áll az első B-vel, második áll a második B-vel. Gyakorlatilag volt olyan osztály, ahol túljelentkezés volt, nem is egy, nagyon nehéz volt kiválasztani, főleg a kisebbek közül, hogy ki az, aki induljon. Ugye minden osztályból 10-10 fő indulhat most, tehát úgy látom, hogy van keletje a dolognak. Az iskolai kezdeményezés könnyen kinőheti magát akár városi, regionális, esetleg sportegyesületi szintre, hiszen ilyen még úgysem volt Karcagon.